A forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik ma a világ magyarsága. Reggel a fővárosi Kossuth téren felvonták a nemzeti lobogót, majd lovas huszárok kísérték az ünneplőket a múzeumkertbe, ahol Csák János miniszter mondott beszédet. Történészek kiemelik, hogy az 1848-49-es események vetettek véget a feudalizmusnak, és nyitották meg az utat az ország polgári átalakulása felé. Magyarország akkor nyerte vissza a szuverenitását. A nemzeti lobogó felvonásával kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hivatalos ünnepség sorozat a Kossuth téren. Az engedélyt megadom. A lobogó felvonására Novák Katalin köztársasági elnök adott engedélyt, majd a díszegység tagjai a himnusz hangjaira vonták fel a lobogót. Magyarország lobogójának tiszte legy! Az ünnepségen Novák Katalin köztársasági elnök mellett Kövér László, az országgyűlés elnöke is részt vett, ahogy az állami, katonai és diplomáciai testületek képviselői is jelen voltak. A lobogó felvonása után a Nemzeti Lovas Díszegység vezetésével huszármenet indult a központi rendezvények fő helyszínére, a múzeumkertbe. 1848. március 15-én az európai forradalmi hullám részeként Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom, amelynek kiemelt célja a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás elérése volt. A márciusi ifjak egyebek mellett a cenzúra eltörlését, évenkénti országgyűlést Pesten, nemzeti őrsereg felállítását, közös teher viselést, felelős magyar kormányt, az úrbéri viszonyok megszüntetését és a politikai foglyok szabadon bocsátását követelték. A forradalom győzelmével megszületett a modern, parlamentáris Magyarország, és elindult a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Törvényes forradalom játszódott le, tulajdonképpen mondhatjuk ezt itt néhány hét alatt. A forradalom majd annak eredményeiből megszülető áprilisi törvények lehetőség nyitottak, hogy az ország visszaszerezze szuverenitását és végrehajtsa a régóta várt alkotmányos reformokat. Erről Horváth Attila jogtörténész beszélt az M1-en, hangsúlyozva, a változások gyors bevezetését még azok a politikusok is sürgették, akik korábban a fontolva haladás pártján álltak. A céljuk ezeknek a reformereknek mind ugyanaz volt, ők taktikai kérdésekben voltak, csak különbségek közöttük. Tehát, és nem azért, mert hogy ő feltétlenül ilyen és ilyen ideológiát vagy ilyen és elveket vallott, hanem az, hogy mit látott realitásnak. Ami még egy-két héttel korábban az már majdnem, hogy fantazmagória szintje volt, az most a forradalmi átalakulás szintjével már teljesen természetessé vált. A magyarok immár 1100 éve, 33 nemzedék óta mindmáig a szabadság népe. A magyarok soha nem hódoltak be, nem lettek senkinek a gyarmata, és lelküket senki nem tudja elfoglalni, mondta Csák János a múzeumkertben tartott ünnepségen. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, a magyarok nem a történelem áldozatai, hanem a túlélői, sőt győztesei, mert minden nehézség ellenére állják a sarat, alkotnak és gyarapodnak. Nekünk, mai magyaroknak nem lehet más a programunk, mint hogy a magyar szabadság szellemi jelenségét és lelki örökségét átadjuk a következő nemzedékeknek, és ezzel megalapozzuk a cselekvőképes, akarni tudó, gazdaságilag erős és kulturálisan magabiztos családokból álló magyar nemzet jövőjét. A szomszédunkban dúló háború árnyékában a béke fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, közölte a miniszter hangsúlyozva. A magyar érdek mindig az volt, hogy Európában szabad nemzetek békében együtt éljenek.